Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgató közönséget. Nagyon örülök hogy itt lehetek önökkel, és a jogáról beszélhetek, azon belül is a a a napüdvözletről. Számomra nagyon kedves ez a téma, hiszen a szóban forgó joga gyakorlatot rendszeresen végzem, és nap mint nap tapasztalom annak áldásos hatásait. És ezért bízom benne, hogy az előadás végére a kedves hallgatók is lelkesek lesznek, és kipróbálják azt, és gyakorló, aktív jogássá válnak. Így fogadják sok szeretettel az előadást. Tehát szanszkrit szó napüdvözletet jelent. Ez egy gyakorlatsor takar, amelyet majd bemutatunk itt az előadás során. A napüdvözlet gyakorlatsor a jogahagyományok szerves részét Képzi, és több formája is ismert. Jelen eladás során a Vrindában gangolt jogarendszerben lévő változat kerül bemutatásra. De mielőtt a szúra namaszkáról beszélnénk, nézzük is meg azt, hogy a, ez a joga gyakorlat hogyan illeszkedik magába a jogarendszerbe. Először ehhez meg kell ismernünk a jogát. A joga szónak két jelentése van, az egyik jelentés összekapcsolódás, másik jelentés pedig összekapcsolódás, vagyis ez volt az első, és a másik az igába fogni. ezért volt egy kicsi zavarom, mert ez a szó szerinti jelentés, de a tradíciónak megvan a saját értelmezése, mely szerint az egyik jelentés egyesítés a forrással, a másik jelentést pedig a test és az elme szabályzása. És hogyha kettőt összerakjuk, akkor értjük meg a joga teljes jelentését, mi szerint a joga a test és az elmek kiegyensúlyozásával összekapcsolja a lelket a legfelsőbb forrással. És ahhoz, hogy ezt a folyamatot a joga elérje, több szinten is kifejti a hatását. Dura fizikai szinten a testet teszi és ellenállóvá, valamint megtanítja a gyakorlónak a test működésének és késztetésének kontrollálását. Finom fizikai szinten a joga az elme, az intelligencia és a hamis ego közötti egyensúly teremti meg, valamint mentális békét és kiegyensúlyozottságot ad. Lelki szinten a joga elősegíti az önvalós Isten megismerését, illetve a lélek és Isten kapcsolatának újbóli egyesítését teszi lehetővé. A hatások eléréséhez a jóga több technikai elemet is felhasznál a gyakorlatában. Nézzük meg ezeket a következőkben. Ez a táplálkozás, a testgyakorlás, a légzés, a relaxáció és a meditáció. A táplálkozás a vegetáros ételek fogyasztását jelenti, amely egy tisztább és egészségesebb életet ad, ahogyan itt az előző előadó ezt ecsetelte is nekünk hosszasan. A testgyakorlás vitalizálja a testet, erősebbé teszi azt, és felkészít minket a mélyebb szintű lelki gyakorlatokra. A légzés energiával tölti fel a testet és a tudatot, a relaxáció révén ellazul egész lényünk, szervezetünk, valamint elengedése kerül a külvilág. És a meditáció által a lelki elmerülés valósulhat meg. Bár ennek megfelelően több technikai elem létezik a jogában, fontos tudnunk azt, hogy ezek nem választhatóak el egymástól, hiszen ugyanannak a folyamatnak a különböző részei egyik segíti a másikat a szújranamaszkár és a joga kapcsolata úgy valósul meg, hogy a szújranamaszkár gyakorlatsor a joga öt fő eleméből hármat egyesít, méghozzá a testgyakorlást, a meditációt és a légzést. Nézzük meg, mi a szújranamaszkár, hogyan is épül föl. A gyakorlatsor 12 testtartást foglal magában, amelyeket egymás után veszünk föl dinamikusan légzésszinkronnal. A mozgás folyamat minden egyes ászánájához társul egy-egy légzés és egy-egy mantra, vagyis meditációs fókusz. A gyakorlat segítségével megtapasztaljuk a mozgás, a légzés és a koncentráció egységét. A koncentráció a meditáció előszobája lesz, a meditációban pedig alkalmassá válunk arra, hogy megtapasztaljuk eredeti önbalunkat, mint örökkévaló, mindent átható lelki lényt, amely különbözik ettől az anyagi testtől. Tehát a napüdvözlet az álszanákat, a pránajámát és a meditációt egyesíti önmagában. Ahhoz, hogy a valóságban is legyen elképzelésünk erről a gyakorlatsorról, most a segítőm Zsolt bemutat nekünk egy teljes kört. Kérlek, állj föl! Itt most még nem fogok semmit sem mondani és magyarázni, csak figyeljük a gyakorlatsort, és utána az előadás során fogjuk kielemezni részletesen a gyakorlatot. És akkor kezdjük nem az Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, foglalj helyet, aztán majd még fogjuk látni töb többször is a Köszönjük. És ahogy a bemutató során láttuk, már amennyire láttuk, főleg itt az első sorban, a gyakorlat sort különböző testtartások, vagyis álszanák építik föl. A Sutra értelmezésében az álszana kifejezés ülőhelyzetet, testtartást jelent, amely szilárdan megtartott, kényelmes és kivitelezés erőködés nélküli és annak függvényében, hogy milyen módon helyezkedünk el az adott ászanában, illetve milyen módon mozgatják testünket, többféle pózt különböztetünk meg. A napüdvözleten belül térbeli helyzetét tekintve vannak álló, kéztámaszos, fekvő, ülő és fordított testhelyzetű ászanák. Tehát dián láthatjuk is, ugye értelemszerűen ez az álló, ez ugye a kéztámaszos, fekvő, fordított testhelyzet és az ülő. Ez azért fordít a testhelyzet, mert a fej lentebb van, mélyebben van, mint a szív. Az izületek mozgását tekintve pedig vannak előredöntő, hátrahajló, csípőnyitő és törzsnyújtó álszanák, mint hogy itt látjuk, bocsánat, rossz gombot nyomtam, ez itt a homorító gyakorlat, csípőnyitó gyakorlat, előredöntő és törzsnyújtó. Egyes álszanák kombinálódnak is, tehát léteznek álló előredöntő, álló homorító gyakorlatok, és így tovább. Ezeket a pózokat mind ötvözi a Szúrjon Maszkár önmagában. Az álszanák kivitelezésének konkrét metódusa van. A testtartásokat meghatározott módon vesszük föl és tartjuk ki, felvétel közben az irányokra, a légzésekre és a végtagok elhelyezkedésére kell ügyelni. Kitartás közben az izmok munkájára, az erővonalak mentén történő nyújtózásokra, valamint a síkok és a szögek megtartására figyelünk. És a következőkben most megint Zsolt segítségét kérjük, és végig megyünk egyesével a gyakorlatsort alkotó testtartásokon, és én közben elmondom azt, hogy az egyes gyakorlatoknál mire is kell figyelni, amikor kitartjuk azt. És akkor kezdjük az első gyakorlatot, namaszkárászana. Ez a tiszteletadó póz. Itt lentről fogom instruálni a felvételt, vagyis a kitartások, sorrendjét, hogy mire kell figyelni. Tehát két láb zára van, és aktiváljuk a lámszárizmait, ezzel megemeljük a belbokát, valamint aktiváljuk a négyfejű combizmot, ezzel a térkalácsot húzzuk föl, a merencinket billentjük oly módon, hogy a farokcsonttal nyújtózunk picit lefelé, személyremcsontot szeméremcsontot picit emeljük fölfelé, így lesz közép helyzetben a merenc, és a farizmok is tónusba kerülnek. Aztán a köldök, a köldöket húzzuk befelé, fölfelé a gerinc vonalába, ezáltal az alhasat tudjuk megtartani, aztán következik a szedcsont, ezzel is nyújtózunk fölfelé, így kitárjuk a melkast. A vállakkal nyújtózunk két irányba kifelé, így egyenes lesz a vállő. A két kéz a melkas előtt van összetéve imapózba. A fejtetővel pedig nyújtózunk fölfelé a plafon irányába, ezzel lesz hosszú és megnyújtott a gerincoszlop. Tehát ahogyan figyeltek, akkor azokat lehetett észrevenni, hogy mondtam, ilyen erővonalakat, emeléseket, nyújtásokat. Ezek azért jók, hogy ezek mentén dolgozunk, mert akkor az ide tartozó izmok tónusba kerülnek, és az izmok fogják megtartani a testet, kímélve az izületeket. Következő álszana az Artha Csandrászana. Félholdállás. Itt a láb helyzete semmit nem változott, csak a törzs helyzete változott, méghozzá úgy, hogy homorítunk intenzíven, a kar nyújt, ha van a törzs folytatásaként, a fej megtartott középhelyzetben, nyaki gerinc, a háti gerinc folytatása. Követke, következő gyakorlat után állszana, állásból előrehajlás. Itt szintén változatlan a láb helyzete a kiinduló pózhoz képest. Annyi történt, hogy a menence billen előre, ezt a billentést követi a törzs, és létrejön egy előre döntés, vagy inkább előre hajlás, amely során a has közeledik a combhoz, a melkas a térthez, a homlok a lábszárhoz, és mindeközben még plusz az történik, hogy a fejtető nyújtózik lefelé a talaj irányába, az ülőcsont emelkedik fölfelé a plafon irányába, két kéz lent van a talajon, Természetesen, ha nem tudjuk letenni a kezünket a földre, nem baj, akkor addig hajolunk le, ameddig tudunk, és a kezünk lóg a levegőben. Ezután következik az a égapáda prasárászana, egylábos hátralépés, vagy hátranyúlás. Itt az előlévő lábnál kell arra figyelni, hogy a boka fölött van a térd, a medence süpped lefelé a talaj irányába, a hátulévő láb egyenesen van, lábújhegyen támaszkodunk, a talp szinte merőleges a talajhoz képest két kéz még mindig válszélességben van lent. Ha a tenyerünket nem tudjuk letenni, akkor új hegyeken is támaszkodhatunk. Hátunkat igyekszünk egyenesen tartani, oly módon, hogy a két lapocka belesimul a hátba, és a szedcsont mozdul lefelé a talaj irányába. Azt hiszem, ennyi a lényeges pont. Ezután köveszkedik a szantólanászana, nászana, vagy fekvőtámasz, támasz. szokták földet néző póznak is sírni budarsan itt egyébként ugyanazok a izommunkák, nyújtózások vannak jelen, mint a kiinduló Poznál, a tiszteletadó Poznál, csak itt nem vigyázálásban vagyunk, hanem egy fekvő támaszban. Tehát az a különbség, hogy a kézmunkája sokkal aktívabb lesz. És amire még figyelünk, hogy a fej, a törzs, a medence, a láb egy vonalban van, a tekintet arc lefelé néz. Következő gyakorlat a sasánkás vagy hold is szokták nevezni. Itt a medence a sarkon nyugszik, a has a combra simul, a homlok a talajon van, és kitartás közben a menence hátrafelé nyújtózik, miközben a fejtető előre, a két kéz nyújtva van, teljes tenyérrel van a talajon vászélességben. A következő gyakorlat az gászana, vagyis nyolc ponton fekvés. Nyolc ponton nyugszik a testünk a talajon, ez a két láb, a két térd, a két kéz, a melkas és az áll. De közben a menence megtartott a levegőben, nem szabad túl magasra emelni a merenc és túl alacsonyan se jó tartani. Ahogyan itt a Zsolt bemutatja nekünk, az pont megfelelő. Még a derékra kell figyelni, hogy legyen egyenes. Nem jó, ha túl hamarodik, és az se jó, ha domborodik. Két kéz pedig közel van zárva a törzshöz. Ezután jön a budzsangászan, a kobra póz. A két láb lent marad a talajon, a medence is lent marad, de az alhas és a törzs elemelkedik, a törzsünkkel homorítunk, a tenyér még mindig a talajomban, bászélességben, a két könyök hátrafelé hallik, és közel van a törzshöz. Nyaki gerinc a háti gerinc folytatásaként van, fejtető nyújtózik fölfelé, szecsont előre, és a két láb hátrafelé. Ezután az adómukos vanászana következik, kutyatartás arccal lefelé. Testünk olyan formát alkot, mint egy fordított V, a törzs és a láb derészöget zár be egymáshoz képest, a tenyér a talajon van, még mindig. Könyök nyújtva, a két könyök halat inkább egymás felé néz, mint előre. A lapocka belesimul a hátba, itt is hosszan meg van nyújtva a gerincoszlop, ezt úgy érjük el, hogy a fejtető lefelé nyújtózik a két kéz közé, az ülőcsont pedig emelkedik fölfelé a törzs folytatásaként. Láb nyújtva van a térd, igen, a térd van nyújtva, a sarok süllyed lefelé a talaj irányába. a két láb párhuzamos és csípő megtartott. Azt hiszem, ennyi volt, igen, mert itt már ismétlődnek az álszanák. Kérlek, Zsolt, folytasd a kört saját légzéstempódban, és amikor megvagy, pihenj meg, és aztán majd szólok, amikor legközelebb leszel. Tehát amikor majd a napüdvözletet a gyakorlatban fogjuk csinálni, akkor ezekre a kitartásokra kell figyelni. Értelemszerűen ez nem fog menni rögtön mindenképpen be kell tartani a fokozatosság elvét, először a legfontosabb dolgokra figyelni, és aztán egyre több és több mindenre fogunk tudni figyelni. A következőkben mélyedjünk el kicsit jobban a Szúra kivitelezésében, és tekintsük meg, milyen módon kapcsolnak össze az ászanák, vagyis hogyan kell azokat összefűzve végezni. A vrindában Gangotri jogarendszerben tanított napüdvözlet során az előbb bemutatott kilenc álszanát vesszük fel kétszer-tizenkét lépésben. A gyakorlatsorban egyes álszanák ismétődnek, a lépések összefüggésénél a pózokat mindössze egyetlen pillanatra tartjuk meg, mely kitartás során figyelünk a szabályos kivitelezésre, tehát azokra, amiket az előbb elmondtam. A pillanatni kitartás után indítjuk a következő álszanát és a hozzátartozó légzést, az álszanákat összefűzve végezzük, ez azt jelenti, hogy az adott álszanának induló póza az előtte lévő álszana lesz. És újra segít nekünk a Zsolt, és bemutatja a gyakorlatsort. Azok, akik Zsoltot nem látják, ők leshetik a diát, ott is kivetítésre kerülnek az egyes gyakorlatok. Most nem a kitartásokra fogok fókuszálni, ezt az előbb elmondtam, hanem csak azt mondom, hogy hogyan történik az egyik álszanából fölvétele, hogyan történik a fölvétel egyik álszanából a másikba. Jó? És kezdjük el a namaszkár álszanával, tiszteletadó pózzal vagy ima pózzal. Innen nyújtózunk föl, artha csandrászanába, félholdálásba homorítunk. Majd előre döntünk egyenes háttal nyújtott karral, itt ha kell, lehet hallítani a térdet. Letesszük a két kezet válszélességben. Innen jobb lábbal hosszan hátra lépünk, a prasarászana, letesszük lábújhegyre hátul lévő lábunkat, elől a kézen támaszkodunk. Majd hátralép a másik láb is, a két kéz válszélességben marad, ugyanúgy, ahogy az előbb, a két láb pedig csípő csípőszélességben van letéve. Majd jön a babapóz, sasánkászana, letesszük a térdet a talajra, letesszük a rüstöt, vagyis a lábháti részt a talajra, ráhasolunk a combunkra, és nyújtózunk előre. Ezután következik az astángászana, 8 ponton fekvés, Arccal követjük a talajt, előre használunk, letesszük a melkast az állat és a merencét megtartjuk. Ezután következik a budzsangászan a kobrapóz. Letesszük a merencénket és a rüstöt a talajra, homorítunk, fölvesszük a kobrapózt. Ezután lábújhegyre tesszük a lábunkat és kilégzéssel megemeljük a merencét a magasba, fölvéve az adómukos vanászanát, lefelé nézzük kutyatartást. Ezután ismét a jobb lábbal lépünk előre a két kéz közé, fölvesszük az egylábas hátranyúlást majd előrelépünk a másik lábunkkal is, és létrejön az előre döntés, utánászana. Innen fölnyújtózunk nyújtott karral háttal, itt is, hogyha szükségünk van rá, hallíthatjuk a térdünket. Majd összetesz a két kéz, és lehúzzuk azt imapózba. Nagyon szépen köszönöm Zsolt, megpihenhetsz, ahogy neked kényelmes. Annyi van még, amit el szeretnék mondani, hogy itt van nekünk a namaszkár álszanánk, az imapózunk, és van az úrdvahaszta tádásana. Nagyon hasonló a két álszana élettanilag és kivitelezés szempontjából. Annyi különbség van a kettő között, hogy az egyikbe imapóz van a kezünk, a másikba pedig fölnyújtjuk. Ezért külön az úrdvahaszta tád át az utolsó gyakorlatot nem fogom elemezni. Tehát az általam képviselt jogarendszerben akkor van meg egy teljes kör Namaskár hogyha a folyamatot megcsináljuk először jobb lábbal lépve, aztán bal lábbal lépve, így lesz meg egy teljes kör. Itt nekünk most a jobb lábbal mutatta be, ha megtette volna ugyanezt a bal lábbal is, akkor van meg az egy teljes kör. És amint látták így, az egész gyakorlatsor egy mozgás folyamattá válik. És ha tovább elemezzük az álszanákat, akkor láthatjuk, hogy minden testtartásnak Sajátos helyzete és iránya van. Létrejönnek bizonyos izületi mozgások, izommunkák, mint például a nyújtások, megtartások, valamint belső szervi masszázsok, vérés energiáramlások, valamint finom szintű változások. Így az egyes álszanáknak eltérő élettani hatásuk van. Következőkben megismerjük ezeket a hatásokat. Miközben Zsolt felveszi újból az álszanákat, én közben elmondom azoknak a hatásán. Fontos zárójelben megjegyeznem, hogy rengeteg hatáson egy álszanának nagyon sok, akár két-három oldalon keresztül lehetne sorolni. Erre most nincs idő és mód, ezért csak a legfontosabb részeket fogom kiemelni, tehát hogy kivitelezését tekintve mit csinál az álszana, hogyan hat a szervre az izmokra, és a belső szerveket hogyan masszírozza, valamint a tudatra milyen hatással van. Tehát mindegyik álszana az négy-öt gondolatot, vagy hármat, mikor hogy fogok -e elmondani. Jó? Kezdjük a namaszkár álszanával. A tiszteletadó póz egy álló egyensúlyi gyakorlat, kiegyensúlyozottságot és stabilitást ad. A jobb és a bal agyféltekét kiegyensúlyozza, segíti a meditatív állapot létrejöttét. Itt leshetjük, hogyha valaki nem látja a Zsoltot, a diákat is. A következő álszanánk az Artha a félholdálás. Ez egy álló homorító gyakorlat, a test előső felszínét nyújtja, a melkasi szerveket aktiválja és frissé teszi az intelligenciát. Következő álszanánk után álszana, állásból előre döntés. Itt előre hajolunk, így a test hátsó felét nyújtjuk, hasonló szerveket masszírozzuk, és a tudatra nyugtató hatást és befelé figyelést érünk el, vagyis a tudatnál. Következő gyakorlat, ékapáda, praszárálszana, egy lábas hátralépés vagy hátranyúlás. Ez egy álló csípőnyitó gyakorlat, így a csípő körül izmokat nyújtjuk, valamint a merencés és az alhas szerveit aktiváljuk, és a rossz közérzetre kiváló hatású ez a gyakorlat, fölélénk itt minket. Következő gyakorlatunk a szantólanászana fekvő támasz. Ez ugye egy kéztámaszos gyakorlat, így a törzsre hat, a kar és a törzs izmait erősíti, növeli az összpontosítás képességét. Következő gyakorlat a sasánkászana, babapóz, vagy holdpóz. Ez egy pihenő, ülő testhelyzet. A test hátsó felét nyújtja, a hasüli szerveket masszírozza, a túlterheltség oldására kiváló valamint pihenteti az elmét. Ezután következik az astángászán a 8 ponton fekvés. Ez egy kéztámaszos fekvő gyakorlat, a kart erősíti, az alhas szerveit masszírozza, és a koncentráció állapotát segíti elő. Következő gyakorlat, budzsangászana. A kobra póz egy hason fekvő, hátrahajló gyakorlat, a test előső felszínét nyújtja, melkas és a has szerveit masszírozza, pszichés szinten oldja az érzelmi feszültséget, valamint az embert megnyitja a külvilág felé. Következő gyakorlatunk adomukos van kutyatartás arca lefelé. Ez egy kéztámaszos, fordított testhelyzetű ászana, amely a törzset is nyújtja. A vér és a nyirokkeringést fokozza, felfrissíti az egész testet, és növeli az önbizalmat és a mentális erőt. Innentől kezdve az ászanák már ismétlődnek, így az életteni hatások is, tehát nem mondom el újba ezeket. Kérlek Zsolt, fejezd be a kört a saját légzésed tempójába, majd aztán helyezkedj el a talajon keresztezett lámbülésben. Köszönöm szépen. Tehát minden módon és minden irányban átmozgatjuk a testünket, kívülbelül átmaszírozunk azt, így az erősebb és ellenállóbb lesz. Ha összegezzük az egyes álszánáknak az életteni hatását, akkor a következő eredményt kapjuk a szúranamaszkár esetében. Testi szinten a kitartások megerősítik az izmokat, jobb lesz a testtartás, a nyújtások rugalmassá teszik az izmokat és mozgékonyá az izületeket, a mozgás erősíti a szívet, javítja a vér és a gerinc átmozgatása és a fordított testhelyzet javítja az idegrendszer működését, a belső szervek masszázsa javítja azok működését, illetve a hozzájuk tartozó szervencerek működését. Például, ha a vese és a húgyotakat masszírozzuk az álszanázás közben, az a kiválasztást fogja javítani. Ha májat, akkor a méregtelenítést, ha gyomrot, miridet, akkor az emésztést, ha beleket masszírozzuk, akkor az anyagcsere, felszívódás és ugye az emésztés fog javulni a lép által a vérképzés, a belső el elvelesztés, a mirigyek masszázsa, a hormonrendszert fogja kiegyensúlyozni, az ivarszervek pedig a nemi szervrendszerre fejtenek ki kedvező élettani hatást. És a szúra nem nem csak a testre fejti ki a hatását, hanem a pszichére is. Mondjuk a befelé figyelés lecsendesíti az elmét, a koncentráció élénkíti az intelligenciát, a figyelemvezetés fejleszti a tudatot, a feszültségek oldása oldja az aggodalmakat, az energiáramlás feltölt életerővel, az idegrendszer és a hormonrendszer javulása pedig kiegyensúlyozza a közérzetet. Az egész személyiségünk vonzóbbá válik, a tudatunk működése is kiegyensúlyozódik, valamint felkészülünk a mélyebb gyakorlásra, vagyis a meditációra. Viszont egyes betegségeknél nem szabad végezni a gyakorlatot, mint például az alábbi esetekben bármilyen akut gyulladás van a testben, vagy alacsony, extrém, igen, extrém alacsony, vagy magas vérnyomás, aktív migrén szédülés, gerincsér, isiász, komolyabb szív- és keringési problémák, ízületek degeneratív és gyulladásos megbetegedései, gyomor és vékonybélfeké, sérv, valamint kezeletlen mentális betegségek esetén nem javallotta a szújranomaszkár. Én biztonsági okokból írtam ezt így, de valójában azért el kell mondanom, hogy a jóga az gyógyító erővel is bír. Hogyha valaki nagyon beteg, akkor nem feltétlenül rögtön álszanázni kezdünk, hanem követjük az ajurvéd elveit, amiről volt már szó az előző előadás során, és elkezdünk különböző diétákat és terápiákat végezni, és amikor egyre erősebbek leszünk és közdünk meggyógyulni akkor lehet úgynevezett terápiás jogát végezni, amilyen alternatív módszeren keresztül mozgatját a testünket, azzal még jobban elkezdünk erősebbé, egészségesebbé válni, és amikor teljesen meggyógyultunk, akkor már végezhetjük ezt a bemutatott teljes gyakorlat sort. Eddig beszéltünk az álszanák kivitelezéséről, felvételéről és hatásairól, de az előadás elején említettem önöknek, hogy a napüdvözlet azon túl, hogy testmozgás, egyben légzőgyakorlat és meditáció is. Most tekintsük meg a légzés és a napüdvözlet kapcsolatát. A szúranamaskár során a mozgás közben jön létre a légzés. Minden egyes álszana felvételéhez tartozik egy légzés. A testhelyzet felvételekor indítjuk a hozzátartozó légzést, amit akkor fejezzünk be, amikor már felvettük a pózt. A pillanatnyi álszana kitartások alatt pillanatnyi szünet valósul meg. A következő légzés a következő álszana felvételekor történik, ennek következtében lesz a napüdvözlet pránajáma is légzőgyakorlat. A pránajáma az életterő légzés által történő szabályzását jelenti. A pránajáma felhalmozza a testben a pránát, és elősegíti annak áramlását. És a prána az egy mindent átható lelki energia, amelynek fő alkotó eleme az éter. Az életerő legfőbb forrásai a föld, a víz, a tűz és a levegő. Ezek hordozzák magukban, így ezeken keresztül tudjuk fölvenni azt. A földből a táplálékon keresztül vesszük magunkhoz az életerőt, a vízből a folyadékbevitel által, a tűzből a nap sugarai segítségével jut el a testünkben az életerő, és a levegőből pedig a légzés során vesszük magunkhoz az energiát. A prána közvetlenül fenntartja és aktiválja a testet és a tudatot. Ahogyan az elektromos áram működteti a gépeket, úgy működteti a prána, a testünket és a tudatunkat. Ezért fontos, hogy mindig fel is legyünk töltve megfelelően életerővel. A szervezetben a prána szabályzása a légzés irányításán keresztül valósul meg. A légzőgyakorlatok három részből tevődnek össze, kilégzésből, belégzésből és légzés visszatartásból. És annak megfelelően, hogy a tüdünk mely részét használjuk a légzés során, technikailag három Típust különböztetünk meg, a méhasi légzést, a melkasi légzést és a kulcsontilégzést. Ha ezt együtt alkalmazzuk, az a teljes jogalégzés. És a pránajáma meg fog valósulni teljes mértékben a szúranaszkár alatt, mert a napüdvözlet során teljes jogalégzéssel lélegzünk, és a gyakorlatok között felváltva történik a kilégzés és belégzés, és a kitartások alatt pillanatnyi légzésszünet valósul meg. Következőkben megnézzük Zsolt segítségével a légzés kialakulását, hogy egyes álszanákhoz milyen légzés társul. Vagyis nem az álszanákhoz, hanem az álszanák közti mozgáshoz társul a légzés, ezt tudjuk most megfigyelni. Kezdjük el namaszkár álszanával, imapózzal. Itt kilélegzünk, majd belégzéssel, artha a félholdállás. Kilégzéssel, utánászana, állásból előredöntés. Belégzéssel ék a páda, praszár egylábas hátralépés. Kilégzéssel szantólan fekvőtámasz. fekvő támasz. Belégzéssel sasánk a babapóz. Kilégzéssel astánk nyolc ponton fekvés. Belégzéssel budzsang kobra kobrapóz. Kilégzéssel adó vanászana lefelé néző kutyapóz. Belégzéssel ékapáda a páda, praszár előrelépünk kilégzéssel utánászana állásból előre döntés, belégzéssel urvahasta haszta tádászana, fölnyújtózunk, kilégzéssel namaszkárászana, tiszteletadó póz. Köszönöm szépen, Zsolt! Tehát így valósulnak meg a légzések, hogy egyik közben kilégzés van, a másik közben belégzés, valamint Zsolt a gyakorlat közben végig teljes joga légzéssel lélegzett, és amikor benne volt egy adott és egy pillanatra megtartotta, akkor épp nem léleg, léleg, lélegzett, tehát légzés szünet volt. És ahogyan az álszanáknak megvoltak a kedvező élettani hatásaik, így a pránajámnak is meg lesz. Teste gyakorolt, testre gyakorolt hatások során a teljes jogalégzés feltölte a tüdőt oxigénnel és energiával. A kilégzés által elengedünk minden feszültséget, a belégzés segítségével energiát veszünk föl, a kilégzés, a belégzés és a légzés visszatartás ritmikus változása beindítja a szervezetben az energia megfelelő áramlását, így egész testünk feltöltődik energiával. De testen túl a tudatunk, a pszichénk is föltöltődik energiával, valamint mentális szinten a légzés irányítása szabályozza az elme működését, az elme pedig az érzékelést, érzékszerveket szabályozza. A kontrollált érzékszervek elégedettséget adnak, az elme nyugodtá válik. Az egész folyamat úgy jön létre, hogy a prána a levegő minőségéből adódóan irányít minden mozgást a szervezetben. Az idegrendszeren belül az ingerületet szállítja, míg a tudatban az érzéseket és a gondolatokat áramoltatja. És ha a prána megfelelően áramlik a testben, akkor általában tudjuk az érzéseket is szabályozni, az elme békésé, nyugodtá válik. És ez számunkra azért fontos, mert a nyugodt elme a feltétel a meditációnak és a szúranomaszkás során is alkalmazzuk a meditációt. Mint a meditáció, bár lehet, hogy már hallottuk a mai nap folyamán sokszor, de elismétlem röviden. A meditáció folyamatában megtanuljuk uralni az elménket, egy pontra rögzítjük azt. Az elme fókuszálásának tárgya több minden is lehet. A napüdvözleten belül az elme fókuszálásának lehet, lehet, lehetséges eszközei a következők: a anyagi fókuszpontban a mozgás, az álszana kitartások és a légzés megfigyelése lehet. Ennek hátránya, hogy a tudatot csak anyagi szinten tartja, viszont nagyon nagy előnye az, hogy könnyen gyakorolható és fejleszti a koncentrációt. Lelki fókuszban pedig a napüdvözlet mantrái lehetnek. Itt lényeges szempont az, hogy tanító irányítása és idő kell a mantrák elsajátításához. Előnye viszont az, hogy a tudatot lelki síkra emeli. A szurranmaszkár elsajátítása, elsajátítása során először az anyagi fókuszpontokat használjuk, és ezzel edzük a tudatunkat, majd idővel a meditációt, vagyis a mantrákat is alkalmazzuk. Tehát itt is betartjuk a fokozatosság elvét, amikor gyakorlunk. És akkor felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy mi is a mantra szó, mi annak a jelentése. És a mantra szó jelentése a szanszkrit manasz elme és trájati felszabadítás szavak együttes jelentéséből érthető meg. A mantra olyan hangvibráció, amely az elmét megszabadítja a zavaró érzésektől és gondolatoktól. A meditáció tárgyává téve az elme nyughatatlan természete lecsillapítható, és a megfelelő mantra esetén az elme megtisztítható az anyagi szennyeződésektől is. Ez a tisztítás úgy jön létre, mint amikor egy poros tükröt megtisztítunk hogy ha falon van egy poros tükör és belenézünk, akkor csak homályos, eltorzult képünket látjuk magunkról. Egy kendő segítségével megtöröljük a tükröt, akkor láthatjuk magunkat. Ugyanígy a szívünkben van az önvaló és a nem kívánatos tulajdonságok, mint például a dű, a mohóság, az irigység, a nagy képűség, kétszínűség, és még sorolhatnám. Ezek a rossz tulajdonságok befedik a szívünket, az önvalót, és ezért nem látjuk. És a mantrák olyanok, mint a rongy, megtörölhetjük a szívünket, és akkor megláthatjuk az önvalónkat. Ezért nagyon hasznos a mantra meditáció. Jelen esetben a Szúranamaszkár mantrái Isten neveit és tulajdonságait tartalmazzák. A Vaisnava joga hagyomány úgy tartja, hogy a nap a legfelsőbb úr szeme, illetve az ő kiterjedése. Ha mantrákon keresztül ráemlékezünk, akkor az a róra szóró közvetlen meditációvá válik. A mantrákat alkalmazva a Isten Isten is értelmezhető, amely kedvező módon befolyásolhatja a lelki életünket. A lelki hatásra való tekintettel a mantra meditáció egy nagyon bensőséges folyamat. Ezért ajánlott, hogy a mantrákat egy tradícióban jelenlévő hiteles jogamestertől, vagyis gurutól kapjuk meg, aki megtanít minket arra, hogy megfelelő módon és megfelelő attitűddel gyakoroljuk a meditációt. De addig is, amíg nem találunk egy gurut, elkezdhetjük a szűrönmaszkárt fizikai szinten gyakorolni, amely gyakorlás lépésről lépésre fog megtörténni. Eleinte a gyakorlás megkezdésekor az álszanák sorrendjére érdemes fókuszálni, majd azok helyes felvételére és kitartására, később a megfelelő légzésről kell tudatossá válni. A légzés és a mozgás között teljes összhangot kell teremteni, és amikor ez nehézség nélkül föntartható, akkor helyezhetők a tudatba a napüdvözlet mantrái, amelyeket ugye a gurutól megkapunk. Összefoglalva láthatjuk, hogy a napüdvözlet 12 lépésből, vagyis 12 álszanából épül föl, amelyekhez tartozik egyed -egy légzés és egy, mantra. A gyakorlás során idővel az álszanák, a pránájámek és a mantrák egy teljes egységet fognak alkotni, így a napüdvözlet egy folyammá válik, amelyben a mozgás, a légzés és a figyelem együtt áramlik, és ez az egység megteremti a meditáció állapotát. Ha szurranomaszkár minden aspektusát tekintjük, akkor láthatjuk, hogy egy nagyon összetett gyakorlat, gyakorlat, gyakorlatról van szó, ezért az elsátításához egy megfelelően képzett és egy hiteles forrás követő jogatanár szükséges. Mert lelki szempontban nagyon fontos a tradíció követése, hisz onnan jön a felhatalmazás a joga megértéséhez. Szakmai szempontból pedig nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a fokozatosság elvét, a gyakorló képességeit, adottságait, valamint tisztában kell lenni az általános szabályokkal, elvekkel és hatásokkal. Itt az eladás során az időszüke miatt ezek nagy részére nem tértünk ki, tehát ezért fontos, hogy egy olyan oktatótól halljunk, aki ezt mind tudja. Tehát a megfelelően gyakorolt szúranomaszkár megadja nekünk a testi egészséget, a szellemi vitalitást és a lelki egyensúlyt. Ebből adódóan én szívből, szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy ismerje meg a jogát, és annak gyakorlatát kezdje el végezni, és akkor ő maga is fogja gyakorolni ezt a, ezeket a kedvező hatásokat. És ha esetleg nem találnak jogoktatót, akkor minket meg tudnak keresni, elérnek minket a Vakti a Hittudományi Főiskolán, mindegyes oktató társamat sok-sok szeretettel ajánlom, mindannyian nagyon képzettek, és jogatradíciót is követnek, tehát minden adott. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további szép, kellemes napot kívánok az előadáshoz, valamint otthonra kellemes és élményekben gazdag jogázást kívánok. Köszönöm, hogy itt lehettem.